Holly. Szevasztok. Itt vagyok. Megszerelte a szerelő a megszerelendő dolgokat. Úgyhogy most már folytathatom a játékot. Időbe jött, rendes volt, és ami kellett, azt megcsinálta. Úgyhogy nagyon örülök. És Adri is örül, meg mindenki örül. Visszatudtam jönni, és jó az internet, látszólag. Így. Úgyhogy most már folytathatjuk a játékot. Hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy megöltük Margitot. Megöltük Margitot, valamint Knights Cavalryt is, meg a Tree Sentinelt is, illetve a Beastman of Farum Azulát is. És a legelső streamben azaz tegnap este az Erdtree, vagy Erdtree Burial Watchdogot, azt a cicát. Ágyból nézem, mit szereltek. Kérigás lett a net, meg lett tévé. Mert annak több értelme van, mint a mint a vezetékes telefonnak, amit eddig se használtunk. Mi helyzet, G? Mi helyzet? Szféra karcoló és gyegyus. Meg természetesen a szótlan, de többiek. Meghaltunk, igaz? Nem haltunk meg, hanem körbe mentünk. Igen, most éppen egy új útvonalat fogunk tesztelni. Hát ez gond. Ugrás közben nem tudunk... Jaj! Itt arról nem volt szó, hogy ennyien vagytok. Nagyon álmos vagy. Hogy? Fél négy van. Na hát, szerencsére nem kell sokat szaladni. De hogy honnan jött a másik madár? Hát ő meghalt, ez biztos. Aha, látok még egyet. Nézzétek csak, pont a pallosom végénél van a kis buksia. Ott az egyik, és ott a másik. Na nézzük meg, tudunk-e olyat, hogy oda dobok egy golyót, egy tűz golyóbist. A haverja meghoz még egyet. Na, várjatok, valaki meghalt. De miben? De ugye nem tudsz bejönni. Jó, hát akkor... Te be tudsz jönni? Hogy volt merszem? Na hát reméljük, hogy a többi újság jobb lesz, jegyos. És jó kikapcsolódás itt. Meg tök jó, hogy sikerült elintézned a... melót, amit akartál. Nem néztem egyébként, hogy jött a update a játékhoz. Oké, kettő flaska, és akkor visszaváltunk a varázslásra. Ők azt mondják biztos, hogy hidden pálfőhead. Amúgy... Amúgy... Ez akár még nem is rossz ötlet.
Mit szaltak? Jóló? Jó, nem fájt. Igen, ott sétáltunk. Ott mentünk föl. Ahogy látom, ez itt már problémásabb. Könnyen meg is halhatunk. Hát azok a srácok ott nem tudom mit csináltak, akik oda írogattak valamit, de én oda nem megyek. Wooded Shield. Na, itt még lesz valami? Remélem nem feleslegesen jöttem ide. Háló, Gabcsi, háló. Haj, háló? Gyors bekukucskálás. Csak nem te is akarod nyomni ezt, Gabcsi. Beautiful? Ó, oh, tényleg, hát ott van valami. Szemközt. Jó, hát és akkor ez gondolom ennyi, vagy még lehet lejjebb bennem? Mit mondanak itt az arcok? Jó, hát akkor menjünk lejjebb. Ne menj el, Scarabeus! Storm Assault. Wow! Határozottan nem szeretnéd? Az idegeid nem nem szeretnék? Hol vagyunk? Wow! Ez durva. Ide is el lehet jönni. Amúgy, amikor leszakadtunk, én azt hittem, hogy akkor vége is lesz, de szerencsére nem lett vége. És mit mondanak ezek itt? Danger ahead. Mi baj lehet? Ott van valaki. Mi baj lehet? Ja, értem. Hát elég combosnak néz ki. Ja, és még ugrálni is tud. Az igen, miket ugrál. Te nem akarsz leesni véletlenül? Nem gondolkodtál még rajta? Értem. Tyűha! Engem erre nem készítettek fel. Ha milyen szárnyakat nyomott el? Stílus, nem azt elvilágod? Lehet az enyém se. Csak még nem tudom. Nagyon jó. Megy visszafele. Szerintem meg lesz ez. Hát ott Gabcsi, hozzám se ért. Aspects of the Crucible Horns. Néha. Most ez mi? Most ez micsoda? Talizmán. Ja, hogy növeli a talizmán equip slotunkat. Az jó, gondolom. Térképek. Na, itt van. 27 fate-nél. 27 fétnél tudunk valami szúrásokat nyomatni. Vov. Gondolom, amit ő is csinált. Tehát ez valószínűleg nagyon menőn fog kinézni. Aztán itt egy csomó Ash of War. Jól van.
akkor most nincsen több manánk. Tehát át kell váltanunk a kétkezes üzemmódra. Oké. Akkor át is váltunk. Azt mondja, így. Na, mit mondanak? Dry fling. Az mit jelent? Somber Smithing Stone. Na, hát ez egy új cucc, hogy a játék is írja, ilyet még nem találtunk eddig. Special armamentet tudunk reinforce-olni vele. Hát special cuccaim még nincsenek. Ahogy látom, nem én vagyok az első, aki megtalálta ezt a helyet. De gondolom az első között vagyok, akik a halál nélkül legyőzték ezt a valakit. Hát itt valamit nagyon nyomat. Éppen harcol. Vagy meghalt. A span. Hát oda nem megyünk. Ez az ugráló Souls játék egyébként. Jó, ez valószínűleg amúgy ennyi lesz. És itt fel tudunk menni. Csak megnézem, nincs-e itt valami extra lootos loot. Semmi. Semmi. Semmi az égvilágban. Jump Souls, azaz. Azaz. Try parrying. Kit. Try luring. Kit. Ja, kapcsolunk lámpát. Seek trap, I did it. Lehet ezek a srácok, nem tudom. Következő enemivel harcoltak? Átlátszó egyébként a lift. A rendezői nézetet kaptuk meg. Fire grease. Egy kis grease. Hát ez nem tejbe grease, hanem fire grease. Jó. Vannak ilyen kavicsaim. Nem akartam leülni. Hogy szerintetek 60 FPS-re lokkolva van a játék? Azt tudom, hogy a Bloodborne-nál direkt van FPS lock, mert úgy működik jól a játék. De ez PC-s. Vagy lehet, hogy itt is hasonló okokból. Na, Finger Seal plusz 2. És akkor most 6 Smithing Stone kéne, hogy ezt tovább toljuk. Azt ciki. Nem tudjuk most tovább tolni, pedig lehetne erősebb a fegyverünk. Hogy állunk? Úgy, hogy tudunk egy szintet lépni. Tessék 25-ös fejt. Na jó. Hova tovább? Agyalok, hogy merre kéne menni. Ott lehetne harcolni. És ott is valszeg.
Ide megyünk, ide átugrunk gyorsan, és megnézzük, mi az a lyuk ott a térképen. Elkezdett konyolni a mikrofonom. Valamiért jobbra, megfelém. Azt a rohadt, milyen sötét van. Jó felfedezés volt ez a lámpa. Hát rosszul fogom a kardot a kezembe, srácok. Most már jó lesz. Na igen. Pont így. Pont így. Jó fele jövök? Aha, jó fele. Nézzétek már. Itt egy ilyen szobor. Offer Arms. Mik lehetnek ezek a szobrok? Na, ők feltöltik nekünk a piros potiainkat. Az egyszer biztos. Na, itt lesz az a lyuk. Szia, mutáns kúszóban. Watch mint. Megebédelve. Szerelőt letudva. Most már nyugodtan folytatjuk itt a Zelda ringezéseket. Bosszokat keresünk. Meg természetesen bonfire-okat sokat. Ott valami áldozási van. Ez fájhat, ha én itt csinálok egy ilyet? Nem. Ez nem tudom, mi volt. Valami történt. És majdnem megmérgeztek. Rák úr! Most fogok leköpni. Szóval királyság, szerencsére mutáns kúszóba. Ennél jobb már csak akkor lehetne, hogyha betegségem is elmúlna. Poison room. Szóval a rákúrakat inasba tudjuk rakni. Na várjunk, azt most oda bele kell dugni, vagy most mi? Hogy gondolta a játék? Hogy lehet kivégezni őket? Golden Runa. Na tessék. Ez volt a lyukba.
Lost Grace. Hát üljünk le. Ez ilyen dungeonnek tűnik nekem. Az eleje alapján. És tudunk summonálni, de nem fogunk. Akkor nem barát vagy, igaz? Húha! Tudjátok mi a gond? Nem igazán hatotta meg a kardom. Az gond. Ú, de jó, Smithing Stone. Hát itt Smithing Stone-t lehet szerezni. Akkor ez a hely fullos? Na, ő mit tud? Nem tudni. Ez egy nagyon jó hely. Hát itt akkor gyakorlatilag fel tudjuk húzni a kis varázsló pálcikánkat, vagy mi a fene. És jöhet egy... elfér a kezünkbe egy fákja? Az már heavy load lenne, akkor nem. Na hát legalább ti is jobban látjátok a dolgokat. Na, én innen jöttem, vagy most ez mi ez a hely? Ja, hogy itt még lejjebb lehet menni, mit mondanak? Rump? Nincs rumpolás most. Majd megnézzük, de egyelőre nem erre megyünk. Hát ez nagyon jó, hogy one-shotoljuk őket. Mire gondolhat a költő? Milyen hidden páfra vajon? Hazudós öhed, ja? A sok hazudós. Ő meg lustálkodott. Hűha, patkányok. Jaj, hát ez már ilyen közel jött. Reméljük, nincs több. Hidden path, persze. Na, mennyit szedtünk össze? 6 kellene. 4. Astronomist, ha-hó, mi újság. Na, a családi vacsi. Jól hangzik. Főleg, ha nem kell főznöd. Kutyus. Jajajajajajaj.
A nyolc jelölt istenjen főz. Na. Nocsak. Hát itt csak arra gondoltam, hogy amíg a főzés sütéssel se kell foglalkozni, és úgy mentek családi vacsira, akkor az a batorten. Mi van? Négy-négy-négynél járunk. Már nem tudok számolni. Item ölhet, hát nincs is ott semmi. A sok hazudós. Mondjuk nem. Nem hazudott, igaza volt. Tehát akkor igaza van. Ezt akkor értékeljük. Melyiket is kell megnyomni? Ezt? Igen. Jó. Hidden path. Ja. Jó, ez a hidden path mi? Ez ennyi volt. Kutya. Értem. Ez a hely ennyi. Ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Ennyi lenne? Hát végül is nem egy dungeon. Hát akkor menjünk felfele. Az itt ennyi. Mert hallok még kopácsolni embereket. Hoppácska. Itt volt valami. Akarunk oda menni? Nem. Ők akkor hol kopognak? Patkányok voltak. Itt semmi. Hát akkor ez ennyi valószínűleg, srácok. Még fölmegyünk lifttel. Lehet, hogy ez a rész ennyi. Több mint valószínű, srácok, hogy ez a rész ennyi. Hoppácska, hoppácska. Nézzük csak. Fontos item előttünk. Golden rune. Értem. Hát jó. Akkor ez ennyi. Ó, muszáj, hogy kimenjek. Mert szóval, hogy nem lehet teleportálni innen. Most már lehet? Most már lehet. Jó. Nagyon szuper. Nagyon szuper. Na. Akkor most, hogy ezzel meg vagyunk, és földerítettük ezt a részt, jöhet a finger seal húzása. És azt mondja, hogy ennél a smithing table-nél nem lehet tovább húzni. Jó. Hát, hogyha itt nem lehet tovább húzni, akkor még van egy olyan tervem, hogy elmegyünk oda, és akkor itt lehet, hogy lehet majd annál a csávónál. Annál a csávónál, aki ilyen kovácsnak tűnik. Hát, már ha tudom, hogy ő hol kovácsolgat éppen. Itt az asszonyok vannak. Majd előbb-utóbb kiigazodunk ezen a bázison, úgymond. Itt van.
Na, szerintetek ő tovább fogja húzni? Na, nála lehet tovább húzni. Méghozzá elég jól. Plusz 5-ös lett. Bészkélelős, plusz 5-ös. Plusz 6-ra jó lenne felhúzni. Durva, hogy már egy plusz 5-ös itemem van. Itt lehet nyomni egy fightot. Megnézzük. Hát, ha le tudjuk győzni. Mi baj lehet, ugye? Azt arad, de jól kinéző varázslatok vannak. Szevasz, Dév! Mi a helyzet? Fagyos varázslat elég király. Hát igen, ez durva volt. Elnyomtam rá egy csomó képességet, ivott egyet, az vége. Mi a helyzet, Dave? Hogy itt jeg arra felé. Na most már látszik, hogy itt egy csomóan meghaltak. Na nézzük, nem is tud. Aha. Erre van valami út. Atta! Na mindjárt olvasom, amit írtál, Dave. Kedves vagy. Jó, hát akkor nem. Akkor mindegy. Akkor ez itt marad most. Akkor most ez itt marad.
Jó, jobbulás nektek is. Repülő seprű. Az mit tud ez a repülő seprű, Dave? Hát igen. De gondolom tudtad, hogy a álló helyen ezzel jár. Harry Potter tematikájú érte. Ez nagyon jó. Ezt jó tudni. Nem is gondoltam, hogy van ilyen itt nálunk. Mint hogy estem. Hát menni kell innen. Nincs vasa. Inkantáció. Kap egy eredeti meghívót is a Roxhoz-ba, azt is intézem neki. Tök jó. Boldogat neki előre is. Dave. Párodnak. Annyit puskázok, hogy Incantation Elden Ring. Milyen inkantációk vannak? Hát igen, ilyen tűzvarázslóság, mert nagyon megtetszett a DS3 után a piromantáskodás. Jól van, szerencsére van egy csomó varázslat. Poison Mist is van. Azt amúgy ki kéne próbálni a Poison Mist-t. Hát már nem folyik, tehát hogy már nem nagyon kell órat fújnom így 5 percenként, úgyhogy ez nagyon jó. Torkom meg az orrom az már nem lángol, hogy sokkal, de sokkal jobban. Litania of Proper Death. $2500-ért lehet nála venni inkantációt. Na és ő... Oké. Gyere, megnézzük magunknak. Aha. Hűha. Kicsit túl sok információt látok a képernyőn. Ő az, aki kell nekünk. Jártunk már arra? Úgy néz ki, hogy jártunk. Na. May the golden order shine through you. Ő elvileg, akinél tudunk ilyen inkantációt venni, valahol errefele van. Úgyhogy megnézzük. Egyébként is ezt a helyet nem néztük át annyira. Köszi szépen, Dave. Köszi szépen. Jó. Na most a többi. Most a többi. Most a tuti.
Tényleg, Dave, te nem terveztél ezzel játszani? Jut eszembe. Azt ott mindjárt meg is nézzük. Jó, sokan vannak. Glass Shard. Hát még igazi szolgémet nem toltam, nem tudom mennyire lenne jó ötlet ezzel kezdeni. Hát ezzel sokkal jobb kezdeni, az open world-ség miatt kezdőbarát, úgymond. Ha lehet ezt mondani egy Souls játéknál. Hello, azt mondja, hello. Nagyon jól néz ki a csukjám. Sáros az alja. És véres, hogyha éppen úgy van. Na, megmentettük a bácsit. Egy kis gríz. Na, most ő ott föntről beszélget? Hello? Hello? Kenneth Height! Saka, tessék. Hello? Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Height. Itt vagyok. You've come to lend me your aid, have you? Well, that's very kind, but no. The help is very much appreciated, even from a tarnished. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the true order. You might have heard of me, Kenneth Height. Persze. Next in line is the rightful ruler of Limgrave, young tarnished. I would. Ő lenne a következő uralkodója Limgrave-nek, vagy hogy hívják ezt a területet? It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool and plumb mad to boot, simply obsessed with blood. Wow. What are you waiting for? A kiss goodbye? Igen, egy kiss goodbye-t szeretnék. To the south, beyond the Mistwood. Take it back for me. Oh, I see. You wish to know the reward. Fret not. The great Kenneth Height is known for his considerable largesse. The celebrations will be lavish indeed upon the dawn of my fort's retrieval. Melyik lehet az a kastély, amiről ő beszél? Yes. Now, I'm going to furnish you with a little advice. I would take great care. Hangja alapján egy idős emberre számítottál? Én is amúgy. That depraved lot are obsessed with sacrificing tarnished like you for the sake of grafting. Honestly, Godric's nothing more than a jumped up country bumpkin. Lord, oh, don't make me laugh. Ó, hogy Godric foglalt el. The women folk to flee the capital, then hid from Radahn in that castle. Then he insulted Melania, lost to her in battle, only to lick her boots rather than die like a man.
Has he no shame? The big girl's blouse? And to think, he's the blood of Godfrey, last of the golden lineage. You almost wouldn't know it to look at him. Yeah, I almost feel sorry for the chap the more I think of it. Hogy ránéz a karakterem, ahogy beszél. What are you waiting for, my fort? Na. De azt mondta, hogy délre van a kastélya. Hát, akkor az. Vagy ha a déli kastély, akkor az. Fene se tudja. Castle Morn. Na, az az kastély, az biztosan. Megnézzük. Ez egyébként is váratott eddig magára, ez a terület. Mindjárt kiderítjük, hogy itt mi van. Srácok, nagyon fura a hang. Mindjárt nálatok is jó lesz. Meg azon gondolkodok, hogy elég erős gép igénye lehet a játéknak. Hát most sajnos az optimalizálatlansága miatt valószínűleg elég erős. Ez de fura volt, de belém jött egy kis fény csóva. Ezeknek jó sok HP-ja van. Azt hiszem kettő kinézett magának. Szerintetek elképzelhető, hogy a az új router úgy lett az új router olyan vezeték nélküli sávokat foglal így a wifi-ével, amitől bezavarhat a fülesemnek? Ezen gondolkodok. Ez fura lenne? Nem tudom. Mert most elkezdett így akadozni nekem a hang. És ez biztos, hogy csak nálam akadozik, mert hogyha a gépen is akadozna, akkor ti is furán hallanátok. És ahogy így megfordítom a fejem, úgy mint hogyha ebbe a pontba így nem nagyon jönne a hang, csak hogyha egy kicsit forgatom. Ja, így ebbe a pontba így nincs nagyon hang. Itt így meg van. Lehet, hogy amúgy olyan frekvencián nyomja most a router alapból a... Na, egy pillanat. Ezt meg kell néznem. Nem értek hozzá, de más nem tudok elképzelni. Na, nézd meg!
Őt nem érdekli, hogy éppen beállítanám a hangot. Bolondebb. Na. Oké. Na most annyit csinált, hogy kikapcsolta a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t. Megnézzük, hogy így jó lesz-e. Nem tudom, hogy amúgy hogy működik pontosan a Corsair füles. Hogy ez milyen frekvenciát használ, vagy hogy hogyan működik egyáltalán. De más nagyon nem változott. Ez nem nyert. Még így is elszáll a hang. Nézzük, 5 GHz, azt is kikapcsoljuk. Itt bárhol valami fura hang. Na nézzük. Vannak. Francba. Francba, hogy így menet közben kellett átrakni a partot. Na, az 5 GHz-et most így kikapcsolva. Ja, hogy ezek meg kutyák. Így most jónak tűnik. Undorító kutyák. Nos. Szerintem az ott egy boss. Az 5 GHz kikapcsolása után már jónak tűnik a hang. Dave? Te mint nagy router szakértő? Hát ez már csak akkor lehet jobb, hogyha ez egy mimik. Claymore. Kedvencünk.
Great sword. Csak ezt nem tudjuk használni. Klasszikus hangok. És tudunk vele bök. Nem, az helyzet, nem. Az 5 GHz kikapcsolása után se jó. Hát akkor nem tudom. Akkor nem tudom, hogy mi lehet. Akkor nem tudom, hogy mi okozza ezt. Nem tudom, hogy mi okozza ezt. Na jó. Akkor egy pillanat, srácok. Lehet, hogy el fog tűnni nektek a hang. De ez így nem mókás, hogy eltűnedezik a hangom. Mármint a játék hangja természetesen. Most lehet hülye kérdés, de bármi, ami infravörös vagy mikrohullámot bocsát ki, van a közelben? Nincs. Mármint, hogy a mikro meg szokta szüntetni a fülesnek a hangját, de a mikro nem megy. Utommal. Madri szerintem nem mikrózik semmit. Nem, határozottan nem mikrózik semmit. Most áldottam egy másik korba a füles adóvevőjét, meg újraindítottam fülest, és most egyelőre jó, hát de ez majd úgyis kiderül. Úgyis kiderül hamarosan. Bocsánat, itt a technikai szórakozás miatt. Tűha. Noah nem jöhet? Ja. Akkor ők nem ellenségek. Ugyatok mi a gond? Hát az, hogy a Claymore, ez nincs beállítva. Piros X-es volt. Azzal nem volt jó a sebzés. Az infravörös is be tud amúgy zavarni? Mondjuk lett ilyen kis Android TV-s doboza a TV-hez. Annak gondolom a távirányítója infravörössel működik, de hát az meg most ki van kapcsolva, tehát hogy ez most nincs használva. Ó, hol vagyunk? Ja. Ó, itt egy hosszú létre. Azta. Durva. Hát itt még harcolnak valakik. Hajrá, team! Én mintha itt se lennék. Csak nyugodtan. Ott van valami loot. Azért lehet el kéne menni.
Na, tök jó. Amikor ilyen nagy hangot hallok, amilyen BAM. Na, azzal nem tudom, mit kéne kezdeni. Még. Itt ketten is vannak. Jó lenne egyszerre csak egyel harcolni. Szia! Hello! Na? Na de jó, hát ezek íjászok. Jó, hát akkor szórakozz el mással. Csá! Jó kérdés, Dave. Le is kéne ülni. Hú, de jó. Nagyon szuper. Hol vagyunk egyébként? Ugye itt átjöttünk, ott lejöttünk, ott bementünk a kastélyba. Jó. Behind the castle. Hát, nincsenek ok nélküli divine grace-ek. Kárhogy le kellett ehhez ülnöm. Precious item ahead. Oh. Biztos nem. Már így se szívesen megyek le. Ó, ott viszont valami, az valami jó, jónak tűnik. Na nézzük. Hát, majdnem. Viszont fel tudunk menni. Na, ezt most megcsináljuk még egyszer. Ezt megcsináljuk még egyszer. Mert az ott valami jónak tűnik. Mert kéken világít, azért gondolom. Stone Sword Key. Na, ez egy drága dolog, úgyhogy valószínűleg megérte. Amúgy most jónak tűnik a hang. Kihúztam, bedugtam az adóvevőt. Ilyen nem nagyon volt még eddig.
ezt tudom, hogy szeretitek. DS3-ban is szeretnétek. Ja, jön a kapcsolni lámpát. Csak csendben, csak halkan. Túlélted? Csak csendben, csak halkan. Hát nem így gondoltam. Úgy hallottam, hogy valaki fölébredt. Van alattunk, az a valami. Á, látom, hát... Igen, mert ott van egy Scarabeus. Hát ezt felejtsük el, hogy én itt megpróbálom megölni karddal. Juha! Ez veszélyes, srácok. Szerintem ő nem kispályás. Nem volt jó a loot. Legalább pillangókat szedhettem. De olyan routert kaptunk egyébként, Dave, amin van 2,5 gigás port. Legalábbis a szerelő ezt mondta. Twin Blade Talisman. Final Hit of Chain Attack. Oh. Hoppácska. De ha ezt berakom, akkor az már heavy load lesz. Tancban. Ez a konfesszor ruha sokat nyom. Hát, oké, lett ilyenünk, és megyünk lejjebb. Jó! Jumping. Na nézzetek. Ott valami boss fight van. Hát, az sziki. Az sziki. Először fejlődni kéne. Itt meg nem tudunk bemenni. Ó, loot.
Jól van. Jó vacsizást. Köszi, hogy itt voltál, Astromisznak. Köszi az egész heti segítséget. Jó étvégét. Más-más. Francba. Nem baj, tudjuk az utat legalább. Tudunk odaugrani esetleg? Ott van egy bonfire, látjátok? És ott vannak a szoljaink. Csak őket itt fel ne ébresszük. Nagyon zsír. Van egy olyan érzésem, hogy itt pont elszkippeljük a bonfire-t. Vagy itt lenne? Oké, itt van. Meg lehet csinálni? Nem. Tehát ezt nem lehet megcsinálni, srácok. Valaki leszeretné ezt tesztelni, nem fog menni. Nem fog menni. Nektek már most nem kell. Jó, akkor reggel van, úgyhogy ehhez most nem kell hozzányúlni. Jó, már amúgy ez is fáj, tehát van fall damage. Van fall damage, nincs rúna. Jó, akkor most már legalább nem kell a rúnák után szaladgálni. Megoldhattuk. Ezek egyébként se akarnak felkelni, ahogy látom. Jó. Itt van valami loot esetleg fönt? Nincs, látszólag. Azt akartam megnézni egyébként, hogy maxon van el HP most. És szerencsére igen.
Hát... lehet, hogy itt az lesz a megoldás, hogy... le kell ugrálni. Nézzük csak. Tehát egy deszka. Kapcsolunk azért egy lámpát. Egy deszka, és ennyi. Nagyon jó. Na, hol az egerem? Azt mondja Dave. Van fall damage. Igen. Hát volt fall damage, mert hogy pont csökkent a HP-m. Zakika azt mondta, hogy szerinte nincsen. Úgyhogy ez egy teszt volt. Ez nem tetszik nekem. Ez nagyon nem tetszik. Aha. Jó, ez a hely. Hopp, hopp, hopp. Csoda. Nem Dark Souls. Zelda Link. De kedvesek vagytok. Na, vedd már elő a varázsló botodat. Na. Aztán. Az nem jó, az nem jó. Okay. Jó. Hopp, elfogytunk. Na, hát mert teljesen megérte a 60 szólér. Mit csörög-zörögsz itt? Ettem egy joghurtot, bocs, hogy élek! Jó. Jó, nagyon jó. Na. Én azt néztem ki magamnak, srácok. Azokra a medúzákra rá lehet ugrani vajon? Az ott biztos, hogy boss lesz. Ezek itt alszanak. Nem kéne őket felkelteni. Hello? Új, felkeltek. Persze. Hopp, ott szerintem le is eshettem volna akár.
Húha! Hát, mizbegottam, majdnem meglett elsőre. Ez egy nagyon jó try volt. Hú. Na, ez mehet még egyszer, igaz? Jaj, közel volt. Értem. Ez sziki. Szépeket damolna. Nagyon durván damol, de meg tudjuk csinálni. Hát elsőre. Elsőre azért majdnem meglett. Annak nagyon örülök. Azt hittem leesik, vagy valami hasonló. Háj már! Na jó. Meg kell nézni ezt a részt itt mögötte. Na nézzük. Tehát akkor flameseeing van a kezünkben, és átmegyünk. Na most például nem szalad felénk. Thank you.
Ó, nem is tudom egyébként, hogy... Melyik... Amúgy szerintem valami Bloodborne-os boss ugrik be, ami így ezerrel nyomja az atakot, és így megvadul. Nehéz kiszámolni. Perpil. Szevasznesk. Mizó. Na most szalad. Hát nyakon szúrt. Mizbegottem. Nekem is adja ezt, nekem is adja. Most itt ezzel a boss fight-tal küzdködünk egy kicsit. Most kezdtik egy 5-6 percem. De meg lesz. Na most megint szalad. Pont előre kell. Nagyon nyomja a kardját. Oké. Hát ennél az első try jobb volt. Egy dolgon agyalok. Próbáljuk meg feljebb húzni a fegyvert. Hát, ha az segít. Hát, ha az elég valamihez. Azt hiszem már összeszedtem annyi cuccot. Ja. Hát igen, ha nincs pénz, akkor nincs húzás, úgyhogy... ahhoz először el kell menni valahova szétcsapni menemiket. Nem tudom, hogy kiket például. Mondjuk ide. Kéne valami 500 vagy 1000 róna. Mondjuk őket szét lehetne. Nem tudom, mennyit adnak. Kifagytam már egy kicsit.
Nagy darab mennyit adhat vajon? Kétszázhatvan. Az jó. Az akár jó. Az ott egy double kill. Jó. 712-ra. Emmá valami. Meg alszik valaki? Vagy a trombitás? Nem mertem volna fogadni, hogy pedig te vagy a trombitás. Volt 40. 900. Na nézzük, a 900 elége a fegyverfejlesztéshez. Nem tudom, mennyibe kerül. Melyik az az ajtó ez? Cinci-pinci, kösz szépen az 50-es csírt. Köszi, köszi. Van. Zsír, plusz 7-es lett. Hát amit most még lehetne csinálni, az az, hogy szintezünk, de hát az már túl sok. Úgyhogy megpróbáljuk legyőzni így a boss. Kíváncsi vagyok, mibe lesz most más. Na nézzük. A sebzőnk az nem tudom milyen. Ez nagyon sunyi volt. Többet sebzünk, srácok, 178 most. Hogy látod, a sztorit mennyivel erősebb, mint az eddigi játékokban. Én ugyanolyannak látom. Ugyanolyannak. Utáns kószomban. Igazából ugyanannyit tudunk meg, amit az NPC-k elmondanak. Szépen lassan adagolnak mindent. A világváltozásával többet mondanak, egy csomó mindent kihagyhatunk. Ha nem figyelünk, vagy hogyha rossz fele megyünk. Pláne így, hogy open world, meg aztán pláne. Thank you.
Jaj, legugoltam. Miért nem gurul néha? Fú. Az zavaró, hogy néha legugolok. Na, tudunk ezzel valamit csinálni? Vajon? Na, most meg valamit elállítottam. Igen, ezt. Na, mondjuk csak nem kéne megnyomkodni. Majd legúkolják. Elérte valahogy mindig ezt tartott vissza a From Software játékokkal? Ja, hát valakinek ez nem jön be. Persze, kétszer ugor. Hogy kire hasonlít ez a boss? Nagyon frusztráló, hogy elsőre majdnem meglett. Két ütés hiányzott neki, most meg itt szivat. Véd, jó reggelt. Csak nem moskáltél. Hogy? Azt hittem. Azt a delay-es atak mindenedet. Nagy szarba vagyunk. És még megalázza a hullámat. Szia Lucky Guy, szia Tida. Meg lesz a srácok. Egyre jobban kitanuljuk majd a movesetjét. Bizus Lucky Guy. Jaj, menni fog persze. Jól van, jó edzés itt, Dave. Jó szórakozást. Köszi, hogy bekukkantottál, és jó Harry Potteres meglepetéses itt.
Ciki. Ciki. Ja, egy hangya pöntörölnyi sziakolaja. Olyan jól esik látni, hogy nem csak velem történik meg az, ja, hogy egy HP-val éli túl a boss. Szia, Sneaky Snake. Az a legjobb nekem, amikor így a földre csap. Magasból a földre csap. Na, ő most mit akar futni? Sétálni. Ez szíves. De még a jól is alakult. Muszáj voltam elnyomni. Elfogyott a staminám. Bütetett a DS3. Uh-huh. A szellem az micsoda? Hát ez egy másik játékos. Hát igazából Nesk. Ezt meg lehet csinálni úgy is, hogy szétfarmolom magam mobokon. Húzom a képességemet. Vagy megpróbálok egy másik fegyvert. Vagy például idézhetnék ide társakat. De az a jó ebbe, hogy rengetegféle lehetőség van. Én most egyet próbálok, mert úgy gondolom, hogy az lesz a jó. Kevés volt. Úgyhogy meg lehet ezt csinálni. Csak türelem kell. Meg mizém. Tényleg az, hogy mondjuk megpróbáljunk mást. De én nem akarok. Makacs vagyok.
zavar egyébként az, hogy nem jövök rá, hogy melyik boss csinál még ilyet a DS-ekben. Aki ennyire agresszív. Aki még a hullát is szétcsapkodja. Osiris, tényleg. Osiris is ilyen vad. Osiris is ilyen vad. Ja. Tényleg Equilibrium. Talán a Bloodborne-ban több ilyen agresszívabb boss volt. De amúgy a Osiris az jó. Ő is ilyen kegyetlen volt. Széjjel csapkodott. Furának érzem a hitboxot. Hát, meg ostoba voltam. Ha elnyomja ezt a kiabálást, akkor utána rohadt erős lesz. Na hát, most már itt vagyunk egy fél órája. Ahhoz képest, hogy két vagy három try is volt, amikor már majdnem meglett. De fura volt ez a mozgás. Nagyon szépen tudjuk adagolni most. Azt a rad. Ez már be. Soros. Oh.
Jó. Köszi, srácok. Köszi, köszi. Grafted Blade Greatsword. Kolosszál sword. Jesus. Nesk. Köszi szépen az ötös feliratkozás ajándékozást. Köszi szépen, hogy ezzel nézzük kiknek mit tettél lehetővé. Nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Az értesítések, ahogy látom, egy kicsit késnek, a stream elements egy kicsit fagyogat. Nos, Márkusz 26. hónapját, Rücök 3. hónapját, Mustafa 2., Gerike 1. és Joe 1. hónapját valósítottad meg ezzel az ajándékkal. Nagyon szépen köszönöm. Remegek amúgy. Eregjenek srácok a szvegek Nesknek és az új és visszatérő vadászoknak egyaránt. Azt a rohadt. Azt a rohadt, srácok. Építettem egy pengét pengékből alabastron. Akkor ez trónok harca kopi. Hát ez brutál jól néz ki. Van ebben a játékban fotómód amúgy? Ó, köszi a klipet. Ja, nagyon menő. Ha nincs fotomod, minek volt az arcbeállítás, tudom nézegetni magam itt. A modest fellowship expands. Praise the sun. Na megjöttek a szabók. A szabók. A modest fellowship expands. Praise the sun. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Time for Fortnite. Ugye our modest fellowship ez, expands. Praise the sun. Be lehet írni, hogy Fortnite, ez nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Az embereknek. Nem tudom amúgy. Lehet van fotómód, csak én nem tudom, hogy hol. Amúgy lehet ide nézek a menübe, akkor megtalálom. A vége a melónak irány a Forbidden West. Na, majd mesélj! Jó játékot, Equilibrium. Na, hát ezzel meg vagyunk. Ezzel meg vagyunk. Ugye meglátjátok, hogy most hova fogunk menni. Itt én láttam még egy olyan nagy darab valamit, ami azt hittem, hogy boss.
Nem tudom, hogy itt ki és mennyire fog megtámadni. Ott pont kutyák vannak. Hihetetlen. Viszont egész jó lett a hílem. Nagyon jó lett a híl. Szívás volt, hogy neki csak a fejét lehetett célozni, de nem oda kellett lőnöm. Jól. Jajjaj, kontroller. Halló? Valamiért néha beragad egy gomb, de ezt betudom annak, hogy DS4 Windows. Ugye nem Xbox kontrollerre nyomom, hanem ilyen mókolással. Azt mondom a Windowsnak, hogy ez a DualShock 4-es kontroller, ez valójában Xbox. Milyen keringőt nyomtunk. Én amúgy úgy láttam, Konaja, hogy van ilyen játék a fej... Mert van ilyen csapka a játékban. Ami ilyen a csávónak is volt. Húha. Francba. Ó, ez milyen diavetítés volt. Hát még gyakorolni kell az ugrálást. Mennyi lelket hagyhattam ott? Szólt. Mármint Rúnát. Onion bro, arany lett rendbe. És azért olyan a páncél. Ja, amúgy kéne kapcsolni világítást. Yeah.
Miért nem sebzett annyit? Haló? Mi ez az akadozás? És négy helyet nem lenne jobb rendesen Xbox kontrollerre nyomni? De lehet, hogy jobb lenne. Simán lehet, hogy jobb lenne, ha lesz. Életemben eddig egyszer fogtam Xboxos kontrollert kezemben. Szóval nem tudom. Nem tudom, mennyire állnak észre. Nem, amúgy nem egyszer fogtam, kétszer fogtam, mert tavaly. Amikor a biomutáns nyomtam, akkor Avidnak az Xbox, az új Xbox kontrollerét sznyóztam. Mármint hogy használtam. Nem volt fura. De nem tudom, nekem ez a forma jobban kézre áll. Szoktam meg, ugye? Eddig az alapján, amit látom, én egy kicsit csalódott vagyok. Annyira tehetséges ez a csapat. Kicsit kilépettek volna a komfortzónájából, mert ez eddig egy open world DS és semmi több. Most már legalább nem üldöznek minket. Nem tudom, én speciál, nekem ez adja jelenleg. Claymore-t is olyan szívesen forgatnám. Jajjá, jól néz ki, Szedó. Na, Smithing Stone 2 darab. Igaz, nem nekem való az idegeim, nem bírek. Ja.
Ja. Hát aki a szózokat nem bírja, az valószínűleg ezt se fogja bírni. Könnyebb bele tanulni azáltal, hogy open world. Nem kell pár mobon farmolnod, hogy aztán harcolhass egy bosszal, hanem ne választhatod meg az utadat. Saját útvonaladat. Hát ez ennyi. Ez ciki. Ez jó menet volt. Jaja, kapták. Hello? Here's a head. Send us a head. There's a face I've not seen before. I'm Edgar, warden of this castle, as ordained by Lord Godrick himself. But you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this, by way of apology. Köszi szépen. Odaadjuk neki Irina levelét. From Irina? Thank you. I'm in your debt, but I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain. Pedig itt hagyhatnám. Treasured Sword of Morn does not fall into the wrong hands. Treasured Sword of Morn. If you see Irina, do tell her that her father will come for her once he's fulfilled his duty. Szóval itt van valami treasure. Treasure Sword. Ez lehetséges, hogy én itt nem fedeztem fel mindent. Lehet amúgy. De mi lehet az a Treasure Sword vajon? Valaki, ahogy látom, oda fölugrott, vagy megpróbált leugrani. És próbálom felfogni, hogy... Igen. Értem. Ja, akkor itt le kell mennünk. Elvileg van egy létra. Ja, egy személy, aki nem akar megölni, pontosan. Én itt láttam a létrát, vagy rosszul láttam? Behalusztam? Hát amúgy a fene se akar visszafele menni. Elteleportálunk. Treasure Sword of Morn. Jó sok hullát égettek ott.
Jó. Elmegyünk a bázisra. És akkor megpróbáljuk fejleszteni tovább a, hát vagy magunkat, vagy a fegyverünket. Erre gondoltam. Tehát kettő darab hármas Smithing Stone kell. Kéne valami olyan fegyver, ami fade-ből scale-el. EP. Na. Cipher Pata. 30-as fate kell hozzá. Azt ez mi? Wow. Mi lehet ez a pata? Fist. Ez ilyen fist weapon. Wow. És ez fétes szkélelésű. Holy damage. A pogácsa. Hát akkor ezt fel kell húzni. Merre menjünk akkor így? Nem tudom, mit kéne megnézni. Kíváncsi vagyok majd, milyen lesz ez a fegyver. Húha. Mondjuk errefele. Érdekes hangja van. Ilyet nem láttam amúgy eddig még a játékban. Ilyen szélfújást. Hát a Claymore az nagyon szimpi. Nagyon szerettem a Claymore-t. De sajnos nem az a build. Ez sajnál nem az a bél. Csipog, mint amikor a horrorokban jön a gonosz. Direkt olyan. Érződik egyébként durván az, hogy ellenállás van az armoron.
Tök jó, hogy ilyen effektje van egyébként annak, hogy valahol bonfire van. Ez melyik kaszt? Confessor? Szerintem ez a Confessor gében. A Claymore az, igen, az pure strength. Az pure strength, szerintem. Hát Dexből is scale-el. Ja, de a Colossar... Na, tehát például tessék item. Ezt nézd. Na, ez? Mit szólna ez? Durva, mi? Brutálisan néz ki. War Masters. Not seen you before. Sec. Name's Bernard. Bernal. Tarnished. És tarnished. Karácsonyfa. Ez ilyen, izé, zsebre rakható, izé, trónokharcás vastrón. Despite the collapse of the Golden Order. Yes, you're a tarnished through and through. Takes me back. Igen, igen, ez a trónokharcás vastrón kartként. Torch of my battle arts. All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time too. Now's the time to pass them on to a good. Tud ilyen kardos trükköket. Tetszik a kardja. Learn skill. Asta. Kik asta, mennyi izé Ash of War-ja van. Warcry, Spinning Slash, Astarat, no skill. Úgy gondolod, Dickoy, hogy ez ilyen George R.R. Martinos easter egg? Quick step. Hát kb. Egyrészt bevastalom, szóval, ja. Lehet, amúgy. Perry. Swordra lehet rakni ilyen Stormblade-et. Azt amúgy szívesen kipróbálnám. Durva, úgy mennyi mindent tud. És az is tök jó, hogy karakterek egymáshoz beszélnek. Ez is egy részlet, szerintem, ami eddig nem volt a Souls-okban. Mármint a From Software-es Souls játékokban. It grants meaning even to falling in battle. To death itself. Tök jó. Not floating your boat, eh? Well, there's no rush. Knowledge of the arts can wait another day. Szóval ő majd megtaníthat nekünk dolgokat. Irány észak. Az nem jó, hogyha itt egy ilyen kígyó. Szerintem 195-öt adott. Ezeket viszont lehet farmolni. Wars. Nagyon mondja itt fönt valaki. Aggasztó. Á!
Na, nézd meg, elnyomta egy képességet, mert véletlen. Basta. Adott nekem rónát? Szia, tyap-tyap. Valószínűleg amúgy adott nekem rúnát. Krisztál tír. Boostolja ideiglenesen az STR-met. Amúgy kéne, ha eljutok egy bonfire az, akkor meg kéne erősítenem a flaskámat. Jézus, csap-csap. Egy kis gomba. Vala. Örülök, hogy kijött az Eldaring. 7500-én kezdtem meg a sorbanállást. Na. Akkor ezek szerint tényleg volt hatással? Uha. Nem engedi használni. Na hát egy invéd. Henrikus! Még sose öltem meg más ilyen invédert, de most meghalt. Talizmános hammer. Ennek hát én akartam berakni ilyeneket. Blokkolók ellen elhasszolja a stamina redukálós atakokat. Wow! Talizmánó. Kettő is bent lehet egyszerre. Úgyhogy berakjuk ezt is. Felkiáltó jel jatekok parancsot javaslom annak, aki azt szeretné megtudni, hogy mikor, mivel játszottam és mennyit. Sokat segít. Kompetitív multiplayer. Small red effigy. Duelist furled finger.
Kíváncsi vagyok, hogy mi ez az aréna. Ez ilyen PvP-s arénának tűnik így elsőre. Hát, hogy felejtős. Vagy lehet, hogy nem ott kell bemennünk. Na, azt mondja mindjárt, hogy hidd nem páf. Gondoltam. Ja, a szamárral van double jump. Igen, az vicces. Na, hidden path, mondhatom. Akkor az invade miatt nem tudtuk megölni, ment megülni a lovat. Na nézzük. Hoppá. Haló. Golden, wow! Na. Okés. Jönk tovább. Egy nagy szakadék. Az a jó a double jump-ba, hogy az általában meg szokott menteni ilyen a nagy esést a... Mármint, hogy megmenthet. Gyanúsan üres ez a plac. Lehet craftolgatni a növényekből szerintem, de még nem néztem meg ezt a részét a játéknak. Egyáltalán pedig vettem zsebes, ilyen zsebcrafting kitet is. De aki tudja, nyugodtan elmondhatja, hogy mit lehet csinálni. Megzavarták a pihenőhelyüket. Ó, dungeon. Death touched
catacombs. Tudunk fejlődni? Nem. Itt tudunk majd bemenni, itt tudunk majd bosztalni, csak előtte ki kell nyitni. Szevasz, pasi. Ó! Ó, klasszikus csontváz! Már haladt. Milyen sunyik ezek a csontvázak. És ezt úgy csinálták meg, hogy fénylik a testük. Egy ijász. Azt nem öltünk majd. Vagy az újra támadt, újjá élet. Kisipart. Hogy a baj? Mint hogyha ezek végtelen szar fel tudnának támadni, vagy én a fene, nem tudom. Fura. Csak egy contraption-t keresünk. Remélhetőleg. Gyere, gyere, csonti. Kettő is felkelt. Nem tetszik, hogy ennyi hulla van itt. Micsoda move-setjük van amúgy. Hogy nyomta? Az az ijász az halhatatlan, sajnos, amíg nem megyek fel értem.
Oké, okay, kinyitottuk az utat a boss fele. Valamit kiért. Jól elszkippáltam. Blood Rose. Tehát ahogy láttam... Húha. Csá. Ja. Menők ezek a csontik, Szilveszter. Mit ír? Mit ír a srác? Ő elbukott. Szia, Frank! Jó, hát ő ott marad. Azt láttátok, mit szereztem? Úgy sikattana. Nyilván jó szígyezés, Stránk, kösz szépen, hogy bekukkantottál. Hát ezek szerint az Uchi katanát berakták ebbe a játékba is. Azt hittem, hogy ez lootolható cuccos. A Sandan Nugget. Itt van. Hát nem ezt akartam. Uhó. Enő. Uhó. De rohadt jó. Szíves. Még nyomunk pár csontit, mit szóltok, aztán rámegyünk a bossra. 5228 kell. Reméljük a csontik föltámadtak, és akkor le tudjuk őket rendezni. Nem tudom, mennyit fognak adni. Hát jó, sokat kell ölni. Nem tudom, hogy nekem hogy lett ennyi. Az igen. Kell, srácok, még 400.
Jó lassú itt a Soul Farm. Egyébként. Kifejezetten panák a csontik. Sokkal értelmesebbnek tűnnek, mint a táncoldos. Nem azért. Csontik. Nem. Te nem akarsz felévetni? Na végre. Na elvileg még három csonti. Ha jól számolom, vagy kettő? Három az biztos. És akkor meg leszünk végre. Ide kell jönniük. Na, hát. Ez a hang is elég para. Hú. Na, srácok, level up. Jó a nyilas vádisz, díszem. Ja, hát az biztos, hogy hozzá dungeon feelinget. Jaj, hát megint elfelejtettünk egy fontos dolgot. Mondtam nektek, hogy ha végre ideérünk egy ilyen Grace-hez, akkor paska fejlesztés. Vagy már elnyomtam? Golden Seed ott van pedig. Azt most akkor mi? Tehát flaska, charge, Golden Seed. Ja, hogy kettő Golden Seed kell. Aha. Meg akkor mindegy. Na. Black Knife Assassin. Hát eddig jó. Ezért szalad el.
Assassin's Crimson Dagger. Szép magyarosan. Az hova ment? Dagger. Szia, betyár. Na, itt van. Ez egy talizmán. A critical hit HP-t restorál. Ez tetszik. Van egy ilyenem. Talizmán pouch. Ezt majd valahova oda kell tennem. Na, ide jöhet ez az Assassin Crimson Daggerje. Kritikál hit, nem tudom mire vonatkozik. Az lehet gond. Death Root. Zsír. Zsír, zsír. Sötét van. Na, akkor ők most már itt örülnek, igaz? Ja, ennyi. Akkor mindegy. Magyarul karmazsin penge, azt hiszem jelen esetben angolul az M. Karmazsin penge. Na, megnézzük ezt az utat. Step bro, te vagy az? Hello. Can you hear me? Help me. Oh, my stars. Valaki beszorult, Isten. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? My thanks, a thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. Oh. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well trained. Give it your all, I say. Hát azt mondta valami very big-gel, oda kell is izélni. Come on. Give me a good smack from behind with something nice and big. Valami szépen és nagyjal oda kell csapni. Jó. Jó. Szerencsére van erre alkalmas eszközöm. Így kell? Biztos, biztos ezt akarja? Biztos ezt akarom? Oda néz. Harder? Ja, hogy te vagy az Iron Fist? Well played, good sir. Én meg azt hittem, hogy ebbe a köcsökbe van benne az emberünk. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. And Exalted Flash. Once again, pleasure is mine. Egy harcos köcsög. Alexander. Alexander a vasökör. Vasököl, nem ököl, bocsánat. I journey to the east,
where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted Caelid Wilds. And upon their southern edge is Redmayne Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? Épp belülről nézem, hogy úgy láttam, hogy van két golyó az a lába. I'm heading to Redmayne, I've heard. Valami fesztivált hallott. A kastélyban fesztivál van. Itt meg egy szúnyog, de jó. Te megjöttél volna segíteni? Beszorultak itt a... éltesók. Húha! Júj! Okosan. Ez ilyen veszélyes hely? Húha. A manás zsákon vagy mi potim az pont le van merülve. Úgyhogy itt lecsücsenünk. Ó, ne! Ó, ne. Jó. Sanctuary Stone. Milyen médiát, akarsz nézni, Istok? Limgrave. Miért eddig hol voltunk? Ja, hogy az oldalak? Aha. Ó, a muzsikus. Sziasztok, tényleg 10 per 10 a játék? Hogy látjátok? Én... szerintem jó a játék, de még nem tudom megmondani, hogy 10 per 10 egyáltalán. Nekem tetszik. Pickled turtle neck. Nothing that suits your taste then. Honnan tudod, hogy a TikTok is tele van Istok, hogyha azt nem érzed? Nekem gyanús ez. Gyanús ez. Munkatársan onda. Még igen, az is kiderül, hogy a féltesod. Eldőlt oda a kommentjei? Azt is a munkatársam mondta? Na jó, azt mondjuk, elhiszem.
ott egy maci. Maci Laci. Haverunk. Húha. Azt hiszem ők azt akarják, hogy ne jöjjünk a temetőbe. Csá! Nézd meg. There's no mistake, is there? Death has left its mark once again. Ah, a tarnished are you? I'm known as D. Wait, D. I hunt down those who live in death. Big D. And weed their death root. Heed my warning. The village here has been touched by death. And worse yet, it is home to a mariner. If you value your life, then go no further. Srácok. Mi most mit tart ki magában? The village here has been touched by death. Turn back while you still can. The village here... Turn back. Oh. Ezt jól megbeszéltük. Biztos vissza fog fordulni, mert te azt mondtad. Nem tetszik ez a köd. Sumo water finish. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Idvin Máron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Felcök peregjenek a szvegek egy bocinak. Jaj, egy moszkító betámadott. Teknősök védenek egy lejáratot? Ez csak jót jelent. Jó. Hát akkor valószínűleg meg kell ölni ezt a gondolázó asszonyságot. Értem. Ez egy boss fight. Most éppen oda elteleportál. Elrepül. Teleportált, jól láttam.
Hát most el kell találni. Srácok. Mondok egy kis hiát. Nem tudom, mit csinál. De gondolom nem jó. És úgy néz ki, hogy nem ő kellett ahhoz, hogy, hogy kinyíljon ez a lejárat. Hát jó. Állat ez a ruha? Jó cucc, mi? Király jól néz ki. Köszi szépen a pergetés, de egy usistog és esebet. Köszi, köszi. Nem tudom. Akkor nem tudom, hogy ez... Ez a játék nem nekem való fószáva megölnek? Hát akkor valószínűleg ez nem neked van. Kitalálva. Nem ez egy ilyen... Meghalunk, hogy tanuljunk a hibáinkból. Kategóriájú móka. Hol vagyunk most? Menjünk egy kicsit tovább itt az úton, aztán bonfire. Ne, invéd. Ő eszi a tarnisdokat. Anasztázia. Anasztázia, nyugi. Érdekes. Ez komoly. Jézus. Ah,
Adri nagyon egyre betegebb. Bevetted már a gyógyszert? Na, megbosszuljuk, srácok. Megbosszuljuk a halálunkat most. Hát amúgy annyi előnye van azoknak, akik játszottak már korábban Souls játékokkal, hogy könnyebben kiismerik a mintákat. Na jó, úgy néz ki, hogy ezzel a fegyveremmel nem sokat értem, úgyhogy elhozzuk a Greatswordot. Na gyere! Hát ki kellett velem pár cuccot, mert nagy volt a lód. Kemény. Hiába nyomom csomószor a támadásomat, nem jó. Így meg pláne nem. Az érződik itt, hogy itt az invaderek, azok nem szaroznak. Itt az invaderek nem szaroznak, srácok. Nagyon durván kemények. Köszi, köszi, Dikoy. Szia, Misi. Szevasztok, srácok. Jól néz ki nagyon ez a templom. Nagyon feelinges. Feelinges. Na. Srácok, szerintem ennyi volt. Mára. Húzzuk tovább majd jövő héten a karakterünket. A 30-as fate a cél, mert kaptam egy olyan itemet. Ezt a...
Cipher patát, ami egy fist weapon, ami fade-ből scale-el. Szóval lehet, hogy milyen fist weapon-os támadásokat fogunk nyomni, bár tudjátok, hogy én nagy pallosos vagyok, de megnézzük, hogy ez milyen. Sosem csináltam még olyat Souls játékokban, hogy hogy elmegyek mondjuk ilyen mágiás irányba, mint most például a Fate, aztán nyomok valami olyan scale-üset, olyan fegyvert, ami abból scale-el. Ezeket még nem próbáltam, úgyhogy megnézzük, hogy milyen lesz. Hát látjátok, hogy akár, tehát mondom még egyszer, akár úgy is le tudom győzni az elemét, hogy egy sima, random, teljesen random kartot használok úgy, hogy nem is pakoltam az STR-re se a Dex-re. A Fate-et nyomom már szintek óta, meg az elején nyomtam a Vigort, de hogy így egy sima karddal is el lehet verni az enemit. Hiába vagyok varázsló. Ebben a szózokban az a szép, hogy bármivel el tudod kalapálni az ellenséged. Úgyhogy szerintem itt hagyjuk abban. Mi történt most? Hát... kettő bosst megöltünk ma. Mármint, hogy most ebbe a streambe, délelőtt meg egyet. Vagy nem egyet? Nem. Délelőtt négyet, mert meghalt a Knights Cavalry, Margit, Tree Sentinel, meg a Beastman of Farumazula. Most meg valami assassint töltünk, meg nem tudom még mi volt előtte. De nagyon durva, hogy még ezen a részen vagyunk, és még mindig lehet mit felfedezni. Ja, tényleg, meg megöltük most ezt a... ami még achievementet is adott. Hol az egerem? Egerentyű. Itt van. Leonie Misbegotten. A térkép nagyon király, és még nem látjuk, hát olyan 3/4-ét látjuk a térképnek, mi nem. Kétötödét, nem, 3/5-ét. 3/5-ét látjuk a térképnek, mert itt még van egy nagy terület elvileg, ami még nincs felfedve. Illetve nem csak ez a térkép van, hanem van egy másik is, de az már nem ekkora. Hát haladtunk most is. Most inkább ilyen felfedezést nyomtunk. Mert open world a játék, nehéz megtalálni, hogy most akkor hol van az ellenség, hol vannak bosszok, meg ilyenek. Talán amúgy ezek a nyilak nekem segítenek. Már amikor vannak nyilak. Talán ez segít, hogy most akkor hol van boss. De hogy mi ez a nyíl, nem tudom pontosan. Ja. Hát ennyi. Jó ez a konfesszor. Tetszik. Jó választás volt. Nem bántam meg.